hangerővel vették körbe a fehérvári tűzoltók szirénázó autóikkal a kosárlabda csapatot, hogy a sportolók talán egy kicsit meg is illetődtek. Mint a Sallai László kirendeltségvezető mondja, aggodalomra semmi ok, nem történt valós riasztás, az egyenruhások az Albafehérvár tiszteletére vonultak fel, és az ajándék tűzoltós isak is ezt a tiszteletet mutatja. Szeretjük a csapatot, és hogy az emlékezetes legyen ez a mai nap, készültünk egy kis ajándékkal. De természetesen városunk csapatának kosarasai is készültek kisebb meglepetéssel, a dedikált mezt Vojvoda Dávid adta át a tűzoltóknak. A csapatkapitány szerint a tűzoltók áldozatos munkájáért mindannyian hálásak lehetünk, és az, hogy betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, az egész csapat számára élményt jelentett. Nyilván, mint mi is, szerintem az egész ország, vagy az egész emberiség elismeri a tűzoltóknak a munkáját. Tényleg egy iszonyú veszélyes szakma, rengeteg életet mentenek meg, úgyhogy tényleg, hogy elmondták, hogy ők büszkék rá, valószínű mi még büszkék vagyunk rájuk, amit nap véghez visztek. Úgyhogy tényleg nagy örömmel jöttünk el. A fehérvári tűzoltók egyik kedvenc csapata az Albafehérvár, és a katasztrófa védelem munkatársai hálásak azért, hogy a rájátszás előtt elfogadták a meghívásukat. Ez a kosarasok a kosárban valahogy így összejött, hogy nézzék meg, hogy milyen az, amikor mondjuk a kosarasok egy kicsit áthidalva még nagyobb magasságokat a saját magasságukon kívül a tűzoltókkal közösen egy ilyen kis közös laza hangulatú családi találkozón tudnak részt venni. Talán igyekszünk kibillenteni őket majd itt a komfortzónájukból, úgyhogy megismerjék a tűzoltói munkát, egy picit belelássanak a tűzoltók hétköznapjaiba, mint ahogy már most vele is láttak, mert éles riasztás is volt. A kosarasok legbátrabbjai felemelkedtek a kosárral is 25 méter magasba. Az Albafehérvár edzője láthatóan nem csak a kosárlabdával, hanem a tömlővel is jól bánik. A jó hangulatú délután folyamán a játékosok például roncsvágó bemutatón is részt vehettek.